Mire megérkeztünk Pozsonyba, azaz Szlovákia fővárosába. Szlovákiáról annyit kell tudni, hogy régen Magyarországhoz tartozott, de természetesen nem azon a néven, hogy Szlovákia, hanem azon, hogy Felvidék. Azonban 1920. június 4-én végleg elszakították tőlünk Felvidéket. Szlovákia lakossága 5 millió 400 ezer fő, ebből több mint 500 ezer a magyar lakos. Pozsonyról még annyit kell tudni, hogy régen ez volt Magyarország fővárosa 800 éven át, és itt koronázták meg a legnagyobb magyar királyokat is. Az új híd egy acélból készült kötélhíd, amely 1972-ben készült el. Nagyon érdekes az is, hogy ez a híd elnyerte a század építménye címet. Ennek a hídnak az eredeti neve különben Szlovák Nemzeti Felkelés híd volt. Hogyha ránézzünk erre a hídra, akkor először az a hatalmas kilátó tűnik fel, amely 95 méter magasan nyúlik fel az égbe. Egyébként a kilátó alatt 10 méterrel, vagyis 85 méter magasan egy UFO nevű étterem található, ahová egy gyors lift viszi fel az ide látogatókat. A kék templom vagy Árpád-házi Szent Erzsébet templom Lénerődön egyik legnagyszerűbb munkája és a magyar szecesszió legszebb példája. Lénert az alkotásán kívül sem a határidő, sem a pénz nem érdekelte, csupán az, hogy tökéletesen alkosson, és szerintem ez sikerült is. Így a templom 1910. június 26-án készült el. Ha ránézzünk erre a templomra, akkor láthatjuk, hogy igen magas, ez pontosan 37 méter. Egyébként a kék templom a szecesszió stílusában épült, amit a túldíszítettség jellemez. Állunk a Grassalkovics palota előtt. Erről annyit kell tudni, hogy 1760-ban építették, késő barokk stílusban, Mária Teréziának a tiszteletére. Egyébként ez a palotához hozzátartozik még egy francia kert is, amely közkedvelt találkahely, itt található a rezidenciája Iván Gásparovics szlovák államfőnek.